Na, üdv mindenkinek, én Pityugeri vagyok, és ez itt a Hide and Seek hétfőnek a negyedik része, és itt van velem Asbok, és már bújunk is el. Sziasztok! Azt se tudom, hogy Bok vagyok, szóval... Kinézek. Aztán csak abban reménykedek, hogy megy is a felvétel, mert már egyszer előfordult, hogy elkezdtem felvenni, aztán cső. Az úgy... Köt. Ja, hát hámad vissza. Az a homok a fa tetején kicsit se feltűnő. Itt vagy itt a fákja mellett. Aha. Ott a székel. Mi a karrat a kezembe kéne? Fogyunk. Amúgy volt olyan, hogy így a helyen székeztünk, mindenki kereső volt, most már mindenki körülöttem volt, és 30 másodperc volt hátra. Megtaláltak? Nem. Ha. Valami 7 vagy 8 kereső volt. Én amúgy azt a helyzetet nem gondoltam volna ezen a szerveren, ami volt egyik héten, Bálinttal ugye, hogy mentünk nagyba a... most nem emlékszem, hogy ez, de majd úgy is beugrik. Szóval voltunk az egyik arénába, és akkor nagyban voltunk ott öten. Abból is kettő kilépett, mert kevesen voltunk, köztük Bálint. Úgy véletlenségből. És akkor lettem én ugye helyette a kereső, hát... Most két ember keressek meg, az egyiket tudom hol van, a másik meg... Passz. Meg oda bújik, ahova akar, két ember meg kereshető. Hát igen. Szóval az azért egy kicsit csalódás volt aktivitás részéről. Ott a háztatén egy kicsit csak feltűnő. Nem tudom, nagyon nem akarják észrevenni. Most már ugrált össze-vissza fáról fára, háztetőre, mindenhova. Na, ez a gyerek milyen leüt? Miért színnél? Ja, amúgy hol vagy? Ugye van itt ez a kis lávás cucc, itt raktam mellette. Jó, passz, hogy hol van. Megint itt van kettő kereső, s vakok. Jó nézni, hogy össze-vissza ugrálnak ezen a hó cuccon hegyen. Igen, én meg pont mellettük vagyok. Most is kettő... Ezzel a homokat leütötték a háztetőről. Láttam. Hát én meg nem. Majd visszanézem. Itt van, körülöttem, mit tudom én, 10 blokknyira kettő kereső. Hát tőlem is vannak úgy. Hát, vagyis már nincsenek, mert elmentek. Itt vannak mellettem. Már csak 90 másodpercet kell kibírni. Szóval... Köszönöm a 6-szor. Jó. A hátra ölök és egy a semmi fakarom. Nekem egy Skype PvP-s minigames szerverem van full enchantos gyémánt cuccom és 4-5-ös gyémánt kardom. Az azért már nem rossz. És képzeld el, úgy szereztem meg, hogy eldobálták. Csak hogy lazán dobálták ki a enchantolt cuccokat. Wow. Itt volt ilyen alagútok benne a spawn, és ott dobálta a gyerek, hát felcem. Lettem volna ott szívesen. Mondjuk amennyi időm van játszani. Na, gyertek már, unatkozók, most kezdjék el ugrálni. Te kecske! Pam, pam. Megtaláltak? Megtaláltak.
Engem még mindig nem, pedig itt ugrálok. Én kereső lettem. Tudtam, hogy most fognak engem megtalálni. Kezdődjön már. Na már látlak. Ah, látsz, akkor közelbe vagy. Ez is mindegy. 50 token, ugye. Ami most azt nem tudom, hogy ugye most megszűnt ez a rendszer, akkor most működik ez a shop egyáltalán? Ja, működik. Jó, akkor ezzel nincsen semmi. És én mindig nincsen itt tokenem. Jó, akkor hamarosan jövünk a következő részre a 7-es arénából. Még a 7-es aréna? Hát, látod. A 7-dik. Ott lent, a szélén. Mert a ott középtelt valahol a szélén. Ezt most jól megmondtam. Jól van, akkor leszek. Hider, nem érne. Sorry, de messze van. Hider, lesz. Being a beach. Ó, anyádat. Aréna 3, aréna 7. Nem, jó, itt vagy. Csak egy csomó embert nem látok, itt vagyunk ennél hárman. Többiek meg így csetbe ki van írva, hogy vannak. 3, 2, 1. Go. Na, no, egy kicsit sem. No, ez nem jó. Ez nekem se nyugi. Az baj, hogy nem tudok sehova elbúlni, hogy mit állanak meg esetleg. Ne, de nem. Ez én helyem. Értem, szóval kerítés. Ha! Ha, bocsi, én vagyok itt. Én izé vagyok. Deszka. Ja. Eléggé kerítésnek tűntél. Én deszka vagyok. Találtam egy bagot, milyen lehet duplikálni. Deszka. Hoppa. Hát ez nem vett észre. Ha. Én amúgy mindig ide jövök először kerítést keresni, szóval nem tudom, hogy miért nem idejön. Itt is mászik egy. Fasz. Gyere, ez az. Most már megnézem is, hogy lesz szolid. Értem, szóval így lesz szolid. Hát az... Na, így már kell. Nem egyet, most is. Három és fél percig itt. Ja. Könyvet volt. Gyere, gyere, itt vagyok. Engem nem könnyen megtalálni mindig könyves polcot. Ja, te itt vagy a ház mellett? Aha. Akkor én itt vagyok. Most mentél a tóhoz, nem? Nem. Én egy kerítés vagyok, aki áll a helyén. Én egy tölgy fa... Deszka? Igen. Ah. Erőszakos könyves polc. Igazi kannibál. Na, gyertek már! Húsit akarok. Húsit! Némán kardjuk van nekem meg ez a... Akart. Hátralök és egyes fakard, hát... Azt nekem 4 optos gyémántkard. Szei... Az is valami erő 8-as. Nyertek már? Amúgy rajtunk kívül még kibújhatott el, mert könyves polcok már tuti meg vannak. Nem tudom. Szerintem még mindig bedrock lehet, mert azokat nem nagyon találják meg. Legalábbis amennyit én játszottam addig. Én töltfeleszka vagyok, én is mozdulatlanul. Nem is nyílok. Hát, vagy hol? Ott a tó mellett? Nem. Itt a... Van egy ilyen sima töltfa oszlop a háznál, és ott van egy botnyi hely, ott vagyok.
Mögöttem egy könyves polc van. Aha. Értem már. Már csak 100 perc. Elsuhant mellettem, és még csak belém sem ütött. Jó kereső vagy te is, fiam. Ez az én fiam. A három kereső ment el mellettem, egyik se talált meg. Mentik. Az úgy... Mazélem. Ja. Bár éppen nem mutatom. Vagy, mert nagyon hallok mindent. Király én is. Most lehet, hogy van egy kis háttérzel, mert hirdetnek, szóval... Elnézést kérek érte. Aztán majd, ha még 12 decibelt ráhúzok, akkor már talán mégsem. Úgy hangálnék, de van körülöttem kereső dűlem. Hát csak 14 másodperc, itt van egy így valaki. Na jól van, egy kis feltűnés. Ja, ott vagy! Gyertek, kapjatok el! Hát... Jó. Akkor... Következő... Legyen a... Hát ezek közül most egyik sem. Akkor mindjárt jövünk a következő részre, mert hogy az előzőnél nem volt vágás, most viszont lesz.